Sziasztok, Zsolt vagyok, szép jó napot kívánok, és elhoztam nektek a következő videót, kóstolós videót, amiben ismét egy Chio terméket fogok kóstolni. De először szeretnék valamit mondani. Meg szeretném köszönni, még itt is, ebben a videóban is, hogy ennyien megnéztétek a Pöttyös Unikornis, Buzikornis című videómat. 1000 megtekintést elért, ami az én nagy szám egy kóstolós videónál, mert hihetetlen, hogy 1000 megtekintés van egy ilyenen, mert itt csak shorts videóimról vagyok ismert, főleg a Haragos Pista, tehát hát így ismerte picikét YouTube-on, hogy folyton emlegették, utána pedig jött az időszak, amikor kupakos videókat csináltam, én mémeket, akkor azért neveztek engem kupakosnak. Akkor utána pedig volt egyszer-kétszer, hogy teljesteásnak hívtak engem, művész úrnak a teljesteás kihívás véget. Most pedig a Rudikorn is véget kezdtek el megint ismerni engem. Hogy úristen, hát ez a Rudikornisos csávó. Szóval igen, vannak idő, amit megismernek. Szóval örülök is neki. És... ja, hogy 1000 megtekintést elértem, ami számomra nagy szám, másnak nem, de számomra az. És akkor más nem is beszélek, akkor kezdődjön a menet, és akkor mutatom is nektek a Chio Knuckle Kiolán, ami némes stílus, és ez nem más, mint sertés csülők ízű Chio chips. Jó hallottátok? Sertés csülök. Oh my fucking god! Bocsánat, csak elkezdek röhögni azon, hogy 2024-et írunk. Fűszeres kolbász ízű. Most pedig sertés csülök ízű. 2025-ben mi jön még? Amúgy? Pacalpörkölt ízű? Májízű chips? Vagy jöhet a spagetti ízű chips is amúgy, azt is gyártatom, mert ezt is megkóstolnám szívesen. Csak eléggé érdekes amúgy, hogy mondjam, hogy ilyen nagy tartalma az egész. Hogy nagyszerű, hogy még mennyi ötlet van benne az emberekben, hogy minél több ízű chipset gyártsanak, aminek én örülök amúgy, főleg azért, mert én bemutattam nektek videóba. Ugye mielőtt mondtam is nektek sokszor is amúgy, elmagyaráztam, hogy sokszor írják kommentekbe, hogy miért kóstolok folyton videókba. Már mondtam is az előző videóban, de most is mondom, mert hobbi. Ez egy késztetés számomra, hogy szórakozásból bemutatok nektek ételeket, amiket megkóstolok, és elmondom a véleményt róluk. Na mindegy. Akkor nem húzom az időt. Kis bontom ezt a Chiót. Itt is van egy kis óló. És akkor bontsunk is rajta. Mert már nem akarok kínlóni nagyon. Bontottam rajta valamennyit. Oké, ezt meg kell oldani. Oké, ki is bontottam nektek. Ha meg ennek eléggé ilyen sonka íze van, meg ez csülök. Úgy hát mit mutatok rajta, ugyanúgy néz ki, mint egy átlagos chips, lehet látni rajta a fűszer. De nem azért vagyok itt, hogy itt ízé mutassa, hanem azért, hogy megkóstoljuk, és néztem az hátulját, hogy 0,7%-os sertés csülök füstölt port tartalmaz. Na de mindegy, hát akkor 3-ig számolok, veszem élelgőt és kóstoljuk. 3, 2, 1. Nem rossz. A fűszert érzem rajta,
És van egy kis, nem tudom milyen íz a csülök, bevallom nektek, én soha életemben nem ettem csülköt. Nem tudom milyen, de olyan az íze, mint a sonkának. Amúgy. Nem tudom, fűszeres, de jó. Nagyon jó. Ez nekem úgy 10 per 9. Nagyon elmegy. Nagyon jó fűszeres. Hát én ennyit szerettem volna mondani. Tudom, hogy ez egy eléggé rövid videó lett, de nekem ez volt a cél, hogy bemutassam. Hát akkor ez 10 per 9-es termék, és minél többen vegyétek meg. Ez aztán csülkös? Csüsszök? Csüsszök? Jó, hát akkor köszönöm, hogy elhozhattam nektek ezt a videót. Zsolt voltam. Sziasztok!